Üdvözlet! Ebben a videóban nézzük meg a Windows 10 Technical Preview 99.26-os verziójának a felületét, illetve egyéb újdonságait. Indítsuk is el a Windows 10-et. Érjük be a jelszavunkat, miután ezt a üdvözlőképernyőt túléptünk ezen, vagy rákattintottunk, vagy húztuk a tabletgépünkön. Tehát a jelszó beírása után lépjünk be. Miután beléptünk, láthatjuk a Windows 10 tálcáját és egyéb ikonjait. A legfontosabb változás az a Start menüben bekövetkezett változás. Lényegében visszakaptuk a Windows 8.1-ben oly sokat hiányolt Start menüt. Itt a hagyományos Start menüt kapjuk meg, ez a része legalábbis annak felel meg. Itt az All Apps-ra kattintva a többi alkalmazás is elérhető. Tehát itt ABC sorrendben lehet keresni, vagy pedig vissza tudunk lépni a Back nevezetű linkre kattintva. Itt pedig megtaláljuk a csempéket hagyományos módon, mint hogyha a Windows 8.1 operációs rendszerünk lenne. Itt ezt akár tudjuk rendezni, tehát megfogjuk, megragadjuk az egeret és kívánt helyre vonszoljuk. Egyébként, ha jobb egerrel kattintunk, akkor át tudjuk méretezni, uninstallálni, azaz eltávolítani, a taskbarra tudjuk tenni, vagy a Start menüre, tehát a tálcára. Ezzel ki tudjuk bővíteni ezt a nézetet. Mondjuk itt ez a Maps, ezzel is csináljuk meg, mondjuk Resize, méretezzük át, legyen kisebb, még egyszer kattintsunk, legyen széles, vagy pedig mondjuk ezt, hogy eltávolítsuk innen a startról, vagy pedig pintot az bár. Így láthattuk, hogy ide ki is tette ezt a ikont. Egyébként erre, ha kattintunk, akkor innen el tudjuk távolítani hagyományos módon. Tehát lényegében itt ez hasonló, mint a Windows 8-nál. Kikapcsolni a rendszert, itt tudjuk erre a kikapcsoló ikonra kattintva, shutdown vagy restart, ugye. Még itt a felhasználói névre kattintva tudunk váltani felhasználói fiókot, vagy tudjuk zárolni, illetve ki tudunk lépni. Tehát itt ezt is meg tudjuk tenni, tehát akkor ez így ennyi lenne. Nézzük meg, hogyha jobb egerrel kattintunk erre a Start gombra, akkor miket tudunk elérni. Lényegében az Event Viewert, Power Options és egyéb beállításokat, Device Manager-t, tehát eszközkezelőt. Ami a legfontosabb szokott lenni, az lényegében a Control Panel, tehát a vezérlőpult beállításai. Várjuk meg, amíg ez betöltődik, és láthatjuk, hogy most én ezt megnagyítom, láthatjuk, hogy hasonló, mint az eddig megszokott Windows-okban általunk megismert. Mondjuk rámegyek erre a System and Security, akkor láthatjuk, hogy hasonló, például ami
sokakat szokott érdekelni a rendszer memória és a processzor egyéb adatainak kiírása az itt található, tehát Windows 10 Pro Technical Preview 2015 Microsoft Corporation, tehát akkor itt ezt itt tudjuk elérni, Device Manager, eszközkezelő, azt lényegében így tudjuk elérni, mint ahogy korábbi Windowsoknál is meg tudtuk tenni. Jó, akkor lépjünk vissza, Control Panel Home, mondjuk a programokat nézzük meg, hasonlóképpen beállíthatjuk az alapértelmezett programokat, Program and Features, itt tudjuk uninstallálni, ugye itt vannak a frissítések, mondjuk így kiválasztunk egyet és az uninstallálra gombra kattintva ezt el tudjuk távolítani, tehát akkor ez a program, hardware, power options, még esetleg vagy az eszközök és nyomtatók, autoplay, ez szokott még fontos lenni, amikor be tudjuk állítani, hogy melyek legyenek például DVD-nél vagy memória kártyánál, mi induljon el, milyen szoftver. Jó, display, ez lényegében hasonló, mint amit az asztalról is el tudunk érni. Például így is el tudjuk érni, hogyha itt az asztalon nyomunk egy jobb egérgombot, és itt a resolution-re kattintva, tehát hasonlóképpen ugyanez jön be. Még esetleg itt a tárcára, ha kattintunk, és itt ennek nézzük meg a tulajdonságait, properties, akkor itt is hasonlóképpen láthatjuk start menüt, hogy van beállítva, vagy a toolbar, navigáció és a taskbar, tehát hasonlóképpen lehet itt is eljárni. Még amit esetleg, hát térjünk még vissza, és amit még meg érdemes megnézni, mondjuk a felhasználói beállításoknál, igen, ezt tudjuk megnézni itt, tudjuk a típusát változtatni és egyéb beállításokat hasonló módon, mint a korábbi Windowsokban. Még amit megnézünk, az a Network and Internet, hálózat és megosztó, megosztási központ. Láthatjuk, hogy jelenleg csatlakoztatva van, Home Group lényegében. Most ezt nem állítom be ennél jobban, és itt pedig az internetbeállítások hasonlóan, mint ahogy korábbi Windowsokban is ezt megszoktuk. Hát még esetleg itt a végül is átnézhetjük mindet, akár innen tudjuk a betűtípusokat és egyéb beállításokat elvégezni, még akkor ezt nézzük meg. Language jelenleg, ugye az angol van megadva, például a magyart majd itt tudjuk hozzáadni, illetve engedélyezni. A régiót nézzük meg, hogy van beállítva magyar, lényegében ez megfelel, a formátum magyar, dátumformátum megadásnál, tehát ez itt lényegében megfelelően jó, zárjuk be a vezérlőpultot és nézzük meg például ezt a értesítési területet, ha ide kattintunk, hogy itt miket tudunk megnézni. Itt láthatjuk, hogy ezek voltak a feedbackek és települt
ugye ez a update. Itt az old settings-el, ha rámegyünk, akkor lényegében bejön ez a beállítási felület. Ezt lényegében ugyanígy el tudjuk érni innen a start menüből. És itt menjünk rá a settings-re. Többféleképpen elérhető, és itt is ezt a beállításokat tudjuk megtenni, hasonlóan a vezérlőpulthoz. Szépen át lehet rajta menni, és a Windows 10 legnagyobb újdonsága ez a Cortana and Search. Ez lényegében ez a Cortana egy digitális asszisztens, amit, hogyha mondunk egy szöveget ide a keresőbe, és a számítógép vagy a szoftver erre megadja a választ, vagy pedig rákeres az interneten. Például ezen a gépen most nem fogom tudni bemutatni, nem elérhető az én áruházamból, de itt tudnánk ezt beállítani. Azt mondja, hogy Cortana nem elérhető. De hogyha ez működne, akkor ez úgy nézne ki, hogy bemondok neki egy szöveget, ő erre megkeresi a választ, mondjuk, hogy mennyi az euró árfolyama, akkor ezt itt megjeleníti, vagy pedig egyéb esetekben rákeres az internetre, és megnyitja az alapértelmezett böngészőt. Tehát ez egy nagyon hasznos alkalmazás. Tehát akkor itt tudjuk ezt a Cortana beállításait elvégezni. Itt a speech, tehát a beszéd nyelvét be tudjuk állítani, hogy használja ezt. Power options be tudjuk állítani. Jelentkezzen ez a rész, windowing. Aero legyen-e benne, használja-e. Tehát egyéb beállításokat itt tudjuk elvégezni. Egyébként még azt nem néztük meg az alkalmazásoknál. Hát ezeken végig lehet itt menni. Tablet mód, ezt itt tudjuk bekapcsolni. Tehát hogyha megnyitunk egy ilyen alkalmazást, mondjuk legyen ez az új Photos, akkor ebben ide tesszük ugye teljes képernyőre, megvárjuk, amíg betöltődik. Jó, nézzük meg az albumokat, itt tudjuk egyéb beállításokat meg tudunk nézni. Windows feedback, hát most ezt nem. Settings, ugye itt meg tudjuk nézni, hogy hogyan van beállítva, és ezt a sávot tudjuk lényegében vékonyabbra tenni. Hát most nekem ez van itt feltöltve a felhőbe, így hát ezeket tudjuk itt megjeleníteni. Jó. Tehát most akkor indítok egy másik, mondjuk a Skype-ot, egy másik ilyen applikációt, és most már láthatjuk, hogy ezeknek is ugyanúgy van ikonjai, mint egy sima programnak, sőt meg is jelenik a előnézeti képük a tárcán, és ugyanúgy bezárhatóak, mint egy hagyományos program. Hát engedélyezzük neki. Futóprogramok azok itt láthatóak.
mondjuk indítsunk el egy másik alkalmazást, mondjuk ezt a kalandárt. Az alkalmazások beállításait egyébként innen tudjuk még elérni. Tehát így akkor egy szélesebb képernyőn elhelyezhetjük egymás mellett a programokat vagy alkalmazásokat. Az Internet Explorer az megtalálható, illetve például a PowerShell, ami ilyen paras nyelv is. A DOS kiváltására lényegében már megtalálható. Rendben. Zárjuk be. Módosítsunk akkor a hátteren, esetleg nézzük meg, hogy annak a beállításait hol találjuk. Rákatintottam ugye a jobb egérgombból, és mondjuk legyen ez beállítva, és így most már ennek megfelelően hozza be tehát ezt ilyen egyszerűen tudjuk megtenni itt láthatjuk, hogy up to date az updrive-ra tehát a szinkronizáláshoz megfelelően meg pedig rákatintunk ide a hálózati ikonra, akkor az töltődik be. Hát ez itt nem akar betöltődni ennek a beállításai, de mégiscsak jó, Wi-Fi, mobil VPN, tehát innen tudjuk ellenőrizni, illetve beállítani, Ethernet, Connected, jó, Wi-Fi, tehát így, show available. Ez hagyományos módon jelenik meg, mint mondjuk a régebbi Windows-oknál, mármint a Windows 8-nál. Nézzük meg a Advanced Settings-et, bár most itt átváltott egy másik háttérre. És témára a Windows, mert ugyanis az előbb úgy állítottuk be. Network and Sharing Center, akkor innen el tudjuk érni a beállításokat. Jó, akkor ezt is most nyugodtan zárjuk be. És hát én most visszaállítom még egy beállítás erejéig. Ugye itt van a szinkronizált téma, ez a felhőből. Beállítom a tálcának a színét, tehát az legyen ilyen kék, jó. Egyébként még itt ilyen color pixel is lehetséges, jó, ezt most így akkor hagyom. És most választom itt ezt a, hát nincsen mentve ez a téma, de mindegy. Én most akkor ezt választom ki, ezt a szinkronizált témát. Képernyővédő most nincs beállítva. Jó. Így akkor visszatért ez a háttér. És nézzük még meg a store, tehát a beállításait. Azt akár elérhetjük innen is. De akár innen a start menüből is
elérhető. Nézzük meg, hogy az hogyan is néz ki. Persze lehet, hogy most nem fog csatlakozni, ugyanis a telepítésnél nem úgy lett megadva, emlékezetem szerint, de nézzük meg, hogyan indul-e. Betöltődött, láthatjuk, hogy megújult a felülete ennek is. Itt tudjuk kiválasztani a telepítendő alkalmazásokat. Választhatunk az applikációk között, vagy pedig akár kereshetünk is, ha beírjuk ide a keresőmezőbe. Mint láthatjuk, ez így megfelel. Vagy játékokat innen tudunk letölteni. Most én visszatérek a home-ra, és beírok ide egy nevet, mondjuk azt, hogy nézzük meg, hogy milyen időjárás kereső vagy programok találhatók. Mondjuk nézzük meg ezt a legelsőt. Ez ingyenes, ugye? És telepíteni azt így tudnánk, hogy ide kattintunk, itt láthatjuk a képernyőképeket, róla a screenshots. Meg tudunk nézni róla egy néhányat, akár teljes képernyőben is. Így néz ki a program működés közben, tehát egészen sok információt meg tudunk a telepítendő alkalmazásról. Tudjuk az értékeléseit megnézni, akár értékelni is tudjuk majd. Itt leírja, hogy milyen adottságokkal rendelkezik, vagy milyen lehetőségei vannak a programnak, és itt pedig hasonló programokat ajánl, és még itt kiírja, hogy milyen gép és milyen gépigénye van, illetve milyen rendszer szükséges hozzá, milyen processzor, milyen nyelvet támogat, ezeket tudjuk itt megnézni, telepíteni azt például ide a Free gombra kattintva lehet megtenni. Például itt a kiemeltek. Véletlenül for Windows 8-hoz Facebook, csak néhány Skype, Fitness, Viber, ezek a népszerűek, top ingyenes játékok. Tehát itt tudjuk megtenni, hogy telepítjük a kiválasztott alkalmazást, és így véletőleg feltelepül, bár még itt ez béta állapotban van. Programok között váltani. Altabban lehet. Nézzük meg, hogyan tudunk ide a start menübe, vagy start indítóba programokat. Most itt van ez a három. Mondjuk akkor eltávolítani azt jobb egér gomba. És unpin. És mondjuk tegyünk ki egy másikat. Mondjuk ezt. Pin to start. És így már most meg is jelent ez itt. Ha ki szeretnénk tenni a taskbarra is, egyébként ennek élő előnézete is van, akkor mint láthatjuk, így meg is jelent ez itt nekünk. Menjünk rá akkor a
áruházra, és telepítsünk egy alkalmazást, hogy nézzük meg ennek a módját, mondjuk a Facebook applikációt. Telepítsük fel, várjuk meg, amíg betöltődik, és már itt meg is találjuk, erre kattintsunk rá, és miután megnézegettük akár a képernyőképeit, így fog kinézni, mint láthatjuk, tehát hasonló, mint a webes felületen. Zárjuk be, akár el is olvasgathatjuk leírásait, majd pedig kattintsunk ide a free. És most már láthatjuk, hogy itt elindult a letöltés, ha ide kattintunk erre a kis nyíra, itt kísírja, hogy egy, és láthatjuk, hogy az applikáció letöltése hamarosan megkezdődik itt a pauz állal. Egyébként le tudjuk állítani, vagy pedig meg is tudjuk szakítani, vagy szüneteltetni tudjuk. Itt láthatjuk, hogy hány megabajt, és most ezt letölti és telepíti. Jelen pillanatban 6,3 megabajt. Ez az internet kapcsolattól függ, milyen gyorsan töltődik le. Jó, várjuk meg, amíg telepíti, illetve letölti, most kiírta, hogy completed. És most, hogyha megnézzük a start menüt, akkor láthatjuk, hogy itt van a telepített, most hozzáadott programunk. Ezt vegyük is fel, akkor rögtön ide a starthoz. És akár még egy ikont is kitehetünk, majd pedig indítsuk és elnézzük meg. Így néz ki az alkalmazásunk, ahová be lehet majd lépni felhasználói nevünkkel és jelszavunkkal, mint láthatjuk, kérdezi is. Tehát az előzőekben telepített Facebook alkalmazásunkat ide rögzítettük, úgyhogy most már innen is el tudjuk indítani. Ha jobban megnézzük, akkor innen is indíthatunk. Zárjuk be akkor az eddig kinyitott programokat, és jelentkezzünk ki a rendszerből, ezt itt tehetjük meg, shutdown. Köszönöm a figyelmet.